Kora reggeltől dolgoztak a rabok napkor külterületén. Egy helyi gazda ajánlotta fel számukra az ültetvényt. 3 hektáron dolgoznak, kápia paprika ültetvény van, megcsipte a fagy. Nekünk ilyen pillanatban ezt már nem érdemes napszámosokkal leszedetni, ezért felajánljuk karitatív célokra. A kedvezőtlen időjárás ellenére is dolgoztak a fogvatartottak. Reggel 9 órára már több zsáknyi paprikát szedtek össze. Nem egyedi eset volt a mai. Drotán Zsolt börtönparancsnok elmondása szerint egyre gyakoribb, hogy ki tudják vinni a rabokat az intézet falain kívülre. Ez a munka a társadalom és a fogvatartottak számára egyaránt hasznos. Korábban dolgoztak már az állatkertben és a megyeházán is. Ezekre a feladatokra minden esetben önkéntes alapon jelentkezhetnek. Megkérdeztük a fogvatartottakat, működik az intézetben büntetési életes berekén belül egy úgynevezett jóátítvi program, amelynek az a lényeg, hogy a fogvatartottak társadalomnak hasznos munkát végeznek teljesen díjmentesen, önként, felajánlva a munkahelyüket. Megkerestük a tisztelőki intézetet is, hiszen a megyében 2 büntetési irányítási intézet is működik, és a tisztelőki fogvatartottak és a mi a nyíregyházi fogvatartottjaink is önként jelentkeztek. Ez közel 20 főt jelent. A fogvatartottaknak ez az önkéntes munka nem jár olyan előnnyel, ami számítana az intézetben. Mindenki teljesen ingyen dolgozik, legtöbbjük azért, hogy ezzel is kompenzálja a korábban elkövetett bűncselekményeit. Jóátételi munkára jelentkeztünk önkéntes alapon, amit parancsnok úr szervezésével sikerült nekünk ide kijutnunk, amit szabadidőnkben végzünk, és úgy gondoljuk, hogy ezzel a társadalomban való visszailleszkedésünk talán sikeresebb lesz, és egyrészt nem vagyunk bent az intézet falai között, másrészt ez lelkiépülésünket is segíti ezzel, hogy mi itt vagyunk, és dolgozhatunk a szabad levegőn. A 20 fős csapat reggeltől kora délutánig dolgozott a napkori ültetvényen. A börtönparancsnok szerint a lelkesedésük miatt általában 2-3 napi munkát is sikerül egy délelőtt alatt elvégezniük.